Hello, hello, sziasztok, kockin, Tomi vagyok, mi a helyzet veletek, remélem jól vagytok. Ma egy Medieval 2 Total War 4v4 csatát fogunk megnézni, nem más, mint a Tannenbergi ütközetet, így kicsit másképp. Ugye ezt a egész ütközetet a fegyverbe event keretein belül játszottuk, szóval köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Szóval, mint már mondtam, ez egy Tannenbergi ütközet rekonstrukció lesz. Hát nem teljesen olyan, viszont azért hasonló lesz, tehát... Jó, hát nem tudom, hogy mondjam azt, hogy hasonló, de azért a lényege ugyanaz lesz. Ugye ugorjunk neki, itt a seregeknek ugyanis van egy pár. Bocsánatot kívánok, ezt nyilván így nem fogok játszani, hanem kicsit lejjebb veszem, hogy ne nézzétek azt a rohadt nagy feliratot. Na most ugye a német-római birodalommal van kontrasz, ő használ hűbéri lándzsásokat, illetve rengeteg páncélozott lándzsást, ugye mint első frontvonalbeli harcosokat, illetve nyergetve hűbéri lovakat, plusz pajzsos számszeríjászokat. Meg ugye itt hátul van két darab vértezett lovag, illetve egy hadvezéri testőr, mint testőr. Ugye a spanyol királyságot irányítja Forever, ő kereskedői lovas milicistákat használ, mint könnyű lovasság, illetve ugye milicista számszeríjászokat és rengeteg nyergetlen konkvisztádor, plusz ugye egy katapultot. Az angol sereget irányítja ugye Domonkos 70, ő ugyebár hűbér lovakat használ, illetve nyergetlen hűbér lovakat, plusz nyergetlen angol lovakat, rengeteg hosszú íjas kísérőt. Ugye nagyon sokat nem látunk, mert fák vannak, jó, hát ugye ezt aláírom. Van még itt ugye katapult, illetve páncélozott kardforgató is, mint nehéz gyalogság. A magyarokat irányítja kutya, ő ugye pajzsos lándzsásokat, pajzsos vízista számszeríjászokat, nyergetlen hűbér lovakat, egy katapultot, illetve királyi bandériumokat használ, ők voltak ugye az egyik csapat. A másik csapat azok mi vagyunk. Itt van ugye, nyilván az ő nevét nem fogom lefordítani, hogy nehogy esetleg valakinek problémája legyen ebből. Aki érti, az érti, nevezzük 17K-nak, ő használ, tehát ő ugye a velencei köztársaságot irányítja. Használ egy katapultot, illetve velencei íjászokat. Van még ugye egy nyergetlen hűbéri lovag, kéziágyós, illetve még több nyergetlen hűbéri lovag és velencei nehéz gyalogság. Plusz ugye hátul stradióta templomos lovagból kettő. Aztán a másik sereg az ugye Bizánc, őt Jelena irányítja, van itt rengeteg várdióta, illetve katafrakt, plusz ugye, mi? Parasztok, illetve lándzsás milícia, azok nagyon durvák. Vannak ugye bizánci gyalogosok, nyergetlen latikonok, illetve még több ugyanolyan, plusz egy ellensúlyos kőhajító, meg így nagyjából ennyi. Itt van még ugye a lengyel királyság, aki nem más, mint Ficus Cookies, dobjátok a padlóra, kérlek. Na már most ő ugye litván íjászokat használ, mint hát ugye íjászok. Ugye a gyalogság két alabárdos milicistákat, nyergetlen lengyel nemeseket, illetve egyébként vele baj vagyok egy kicsit, mert nem tudom, vannak itt ugye lengyel lovagok, de az egy nyergetlen lengyel nemes és alabárdos milicista, plusz ugye nyergetlen lengyel lovag van még itt, mint egy nehéz gyalogság, ugye rengeteg nehéz lovasra van, ugye a gyönyörű lengyel lovasság, ugye itt van három darab is belőle. Az utolsó sereg, aki itt nagyon el van bújva, az nem más, mint én, szerény testemmel. Én a pápai államot irányítom ugye lovas számszeríjászokkal, két darab templomos lovaggal, pápai testőrökkel, nyergetlen hűbéri lovagokkal, svájci gárdistákkal, pajzsos számszeríjászokkal, illetve egy katapulttal. De már most, hogy én nagyon kikerültem ide a szélére, közben azért elindíthatjuk, ezért ugye nem más történik, mint az, hogy nekem fel kell zárkózni, leginkább kedves Pontius Pilátushoz, hogy ugye tudjam támogatni a farát, ugyanis én ott túl sok mindent nem tudok csinálni abba a hátsó részbe. Ugye a térkép maga az tényleg nagyon-nagyon erdős, illetve van itt egy ilyen kis tó, amit ugye nyilvánvalóan nem fogunk csatatérnek használni, illetve az erdőn túl van egy síkság, ugye ez itt, amit elárulok, hogy nyugi, ez lesz a csatatér, tehát nem a fák között fogunk harcolni, tehát nem kell itt megijedni senkinek. De most konkrétan ugye kedves Cookies egyből elkezdi lövetni ugye Domonkosnak a seregét, ugye az angolokat. Na most a hosszú ügyes kísérők egyértelműen jobbak, mint a litván íjászok. Itt ugye közben már is egy bekerítő manőver történik, mindjárt mutatom is neked, hogy hol, de én is azért keresem. Ugye kutya a magyar nemeseket beküldte ide, én pedig nem más csináltam, mint utánuk küldtem a számszeríjászaimat, mert a lovas számszeríjászaimat, hogy így egy kicsit megállítsuk őket, ugyanis nem nagyon szerettem volna, hogy bekerítsék őket, de el is indult a közelharc, ugye
Lovasz számszerű jelszavias magyar nemes, hát ha már magyarok vagyunk, akkor lehet nekik szurkolni. Természetesen, tehát nincs ez a semmi probléma. Ugye annyiból hátrányban vagyok, hogy ők gyorsabban lőnek, illetve közelharcban is jobbak, szóval ki is kaptunk, mint egy zsák, úgyhogy visszavonulok. És hát nem ki kaptunk, igazából nem akartam több lovast megölni fölöslegesen, hiszen a kutya lovassága épp eleget megölt, így is. Ugye közben itt én egyfolytában helyezkedek, és ugye a nehéz lovasság is már azért készül, hogyha esetleg be kéne vetni. Azt is megmutatom neked, hogy hol vannak, hogyha megtalálom. Itt vannak ugye, tehát ők már így ugye ezzel a sereggel szemben vannak így alakzatban, aztán így mégse, aztán nem tudom. Szóval ugorjunk vissza ide kedves Cookieshoz. Ugye egy kicsit... Egy kicsit rossz helyzet van, ugyanis ez a dolog itt előtte, ez végig egy emelkedő. Tehát nagyon-nagyon szépen le tudják onnan rohamozni, illetve lőnek itt már katapultok, minden egyéb. Ugye a többi sereg az még csak mozgolódik. Tehát, hogyha megnézzük, egy hatalmas arcvonal alakult itt ki, ugye az angol, spanyol, illetve német-római oldalon, oldalon. A középet ugye egyelőre Jelena tartja Bizánccal, illetve 17K éppen zárkózik felfele Velencével, illetve szép lassan én is ideérek végre. Ugye itt már meg is jelentek az első kis pápai emberkék. Ugye az a gáz, hogy végig kellett futtatnom az erdőn a sereget, hiszen nagyon messze voltam és egy év lett volna, mire ideérek, ergo kifáradnak az embereim valamilyen szinten, ami rossz, mert ugye akkor romlik a morál, stb. Stb. Ugye, hogyha megnézzük, nálunk eléggé domináns a nehéz lovasság, tehát rengeteg nehéz lovasunk van, amit így tudunk majd használni dolgokra. Hogyha megnézzük, ugye a német rómaiak egyre jobban zárkóznak felfel a spanyolokhoz. Ez nagyon-nagyon jó döntés ugye a kontraszt részéről, hiszen nem akarja, hogy teljes mértékben védtelen legyen például innen a kis erdő felől, mert akkor ugye a nehéz lovassággal elég egyértelműen oda fogunk menni és letaroljuk a szárnyát. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt. Itt ugye a domonkos támad, és a lengyeleknek fel kell venni a versenyt. Hát egyértelműen a nyergetlen lengyel nemesek nem fogják levágni az angol nehéz gyalogságot, tehát ez ugye de csodában reménykedjünk, szóval amit ilyenkor talán ajánlatos lenne megtenni, az az, hogy vissza kéne vonulni annyira, mennyire tud kedves Ficus Cookies, ugyanis hát az a baj, hogy tehát nem arról van szó, hogy nem jó a népe, hanem hogy egyszerűen be lesz kerítve, tehát hogy a kutya a magyarokkal, illetve domonkos az angolokkal, hogyha közre fogják, akkor vége van. Itt ugye mind én, mind pedig Jelena nagyon-nagyon el vagyunk tőle szakadva ahhoz, hogy segítsünk neki. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyenkor írsz, egyen meg a hátadat. Nem baj, srácok, bocs. Viszont, ugye, hogyha megnéztek, Jelenának a katafraktja az azért elég szépen mozog. Illetve itt ugye elkezdjük kialakítani az első sort. Ugye mi már akkor kommunikáltunk, hogy mit is kéne csinálni. Ugye itt a váradióták, ugye mint lovasi íjászok, egyből elkezdték támadni a szárnyat. Itt ugye közben jeleztünk egymásnak, hogy itt kéne támadni. Ugye, és ugye megnéztek, kontrasztnak teljesen védtelen a bal szárnya, tehát két darab hűbéri lángyás biztos, hogy nem fogja visszatartani a katafraktokat sem. Plusz még ugye az én seregem is közben egyfolytában fut, és megyünk, és nyomulunk. Azt majdnem bekaptuk nagyon szépen. Ugye megérkezett a lovasság, az egyetlen egy gáz az, hogy még a katapultot semmire nem tudtam használni, pedig éppenséggel ideje lenne. Közben mi újság van? Ugye hát Ficus teljesen letarolták, ahogy az ugye várató volt, tehát ugye a király Bandérium kutyának ugye a nehéz lovasság azért oda tette magát elég szépen, és de tulajdonképpen nem csak üldözésre jók, hanem hogy így megtörje vele dolgokat. Itt ugye ezt a szárnyat innentől kezdve Jelenának kell átvenni, hogyha Cookiesnak elfogytak az emberei, szóval így az első pár percben nem állunk annyira jól, tehát a mi seregünknek a 24%-a már meghalt, és az ellenségnek csak a 11%, és én csak most értem ide a csatatérre, tehát ez gáz, hogy gyorsan nyomulni is kell előre a számszeríjászokkal, meg a nehéz gyalogsággal is, ugyanis Jelenának megtört az összes bizánci gyalogosa, amit előre küldött. Ami egy kicsit hiba volt, mert jeleztem, hogy jövök, és ilyenkor nem érdemes egyedül támadni, hogyha egyszer láthatod, hogy ott vagyok a seggedbe, tehát hogy nyilvánvalóan azért megyek, hogy segítsek. És ugye az egységek is sokkal nagyobb morált kapnak, hogyha többen vannak. Itt ugye rengeteg katapultlövés megy jobbra-balra, közben ugye próbáljuk megállítani ezt a szárnyat is, de itt már igazából teljes volt a káosz, tehát ugye megnéztek, teljesen be vagyunk kerítve gyönyörűen, tehát nagyon jól csinálták a másik csapat játékosai. Ugye az egyik szárnyat letarolták, utána vissza kell vonulni teljesen, stb. Stb. Ugye a svájci gárdisták, illetve velencei íjászok, meg egy pár lángyas milícia, plusz ugye nekem a hadvezérem, illetve egy két katapult, ugye a velencei, meg az enyém van itt, ami talán valamit tud majd csinálni ezzel a szárnyal. De leginkább, hogyha megnézzük, erre a szárnyra kell koncentrálni, ugye és megindult a nehéz lovasság, ahogy az ugye várató volt, és nyilvánvalóan a gyalogságot hátulra hagyjuk addig, hagyjuk a lovasságot ugye rohamozni nagyon szépen. Az gyönyörű volt tényleg, tehát azt ilyenkor
Azt hittem, hogy keresztet vettek, komolyan mondom. Tehát, hogy... Na mindegy, nem menjünk ebbe bele. Az a lényeg, ezt a szárnyat teljesen le kell tolni, ugyanis Contrász a legvédtelenebb ember az egész csapatból. Ha megnéztek, ugye Forevernek talán ajánlott lenne egy-két Conquistadort ide küldeni neki segíteni, ugyanis teljesen lerohantuk ezt a szárnyat, hiszen nagyon más választásunk nem volt, tehát az a szárny elesett, magyarul itt kell valamit csinálni. Ugye jelen a támadja a középet, próbálja őket feltartani. Ez nagyon-nagyon jó. Illetve itt már ugye teljesen szépen hadrendbe álltak az angol, illetve magyar seregek is mindjárt, és ugye semmi nincs jóformán, ami itt megállítsa őket, szóval oda kell erre figyelni. Ugye mi meg az összes erőnket jóformán a középre nyomjuk, ugye a szemszedi jászok lőnek, mint állat, meg a velencei jászok is, meg stb. Ezt ugye nagyon sikeresen le is toljuk, tehát nem azzal van a baj, itt még ugye egy elég kellemes és nehéz lovas harc alakult ki, de kicsit belelassítok, srácok, ugyanis remélem nem haragszotok meg érte, de hogy így eléggé sok minden történik, illetve szeretném megmutatni, ugyanis ez a nehéz lovas harc az azért elég cuki, hogyha így belegondolsz, illetve ugye a templomos lovagok plusz ugye a katafraktok kombinálva a még több templomos lovaggal van most itt ezen a szárnyon, ami tud csinálni valamit. Ugye a nehéz gyalogság az folyamatosan harcol, tehát egy percre sincs olyan, hogy most átgondolt, hogy mit kell csinálni. Ugye itt van Contrásznak a hadvezére, ezt mi egyből észre is vettük, és abban a pillanatban ugye a lovasságot megintottuk rá, hiszen nyilvánvalóan, hogyha sikerül megölni egy hadvezért, akkor egy népet megnyertünk. Elméletileg. Ugye itt, amit láttok, az jóformán már az én seregem, meg még ugye pár velencei íjász. Így van, ugye itt meg ugye a kis maradék egységek, amik visszavonultak. Hogyha megnézzük, ezt a szárnyat teljesen elkezdtük lerohanni, ezt mi nem is láttuk jóformán, és én nem láttam. És ugye itt most hirtelen kapkodásban volt, a svájci gárdisták fognak oda menni, hogy valamit csináljunk, de az a baj, hogy itt teljes mértékben védtelnek vagyunk, és akkor haderő van itt a balszárnyunk. Ugye ezt a szárnyat próbáljuk meg még mindig letolni, itt ugye továbbra is megy a mindenféle lovas harc, ugye megpróbáljuk levágni minél több lovasokat, hogy nagyon-nagyon jó legyen. Ugye már majdnem a fél seregünk halott, srácok, ugye a mi csapatunkból, és ez elég gáz, mármint hogy egy belegondolsz. És az a baj, ugye, hogy úgy kezdeni a csatát, hogy jóformán egy játékos teljesen kiesik, az nagyon-nagyon rossz, hiszen alapjáraton nekem még például a katapulta most ért ide, tehát még lövés sem adott le, és már a fél szövetséges haderő halott, tehát itt most jófelen a számszerű jászokra kell ugye hagyatkozni, illetve erre a nehéz lovas kupacra itt, ami így van. Egy kicsit lassítsunk bele, srácok, mert rengeteg minden történik egyszerre. És hogy őszinte legyek, nem akarok róla lemaradni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Az a lényeg, itt ugye jelen állnak a katafraktja az én gyalogságom, illetve a lovasságom, az nem tudom hol. Ja, itt, aha. A lovasságom az még ugye küzd itt a vértezett lovagokkal, mert hát ők nagyon OP-k. Itt pedig ugye 17K-nak a templomos lovagjai vették fel a versenyt a kereskedői lovas milíciával, ami hát alapvetően jó, mert azt nyilván meg fogják nyerni, de addig is le van foglalva a lovasság. Hát ugye keresik el a kibúvókat. Ha megnéztek, ugye itt a hadvezér, nekünk pedig itt a lovasságunk, tehát mi következik ebből, az, amit már én is csinálok, be kell keríteni és bele kell csapódni a hátába. Egy az megtörik itt a nehéz gyalogság, plusz van esélye, hogy megöljük a hadvezért. Viszont közben ugye ettől függetlenül a balszárnyunk az teljesen le lesz rohamba. Ugye három darab svájci gárdistám még itt maradt, amik ugye láncsafalba effektívek igazán. Viszont ami még jó, hogy ugye 17K-nak rengeteg velencei íjásza van, viszont hogyha megnézek, itt pár például megjelentek az első magyar egységek. Nem kizárt, ja igen, itt a hadvezér amúgy Fikusznak, ugye megmaradt lengyel lovagba. Plusz ugye van még itt egy pár páncírozott láncsás, illetve pápai testőr, ugye ami nekem maradt, tehát jóformán itt gyalogságon már csak nekem valamit tud csinálni, bármit. Plusz ugye mi egyfolytában harcolunk azon a részen is, tehát egy kicsit is izgalmas volt a dolog. Ugye közben az történik, hogy itt nem volt időm abban a pillanatban rárohamoztatni a lovasságot, itt még ugye mindig megy a közelharc, de az a baj, hogy még ugye a domonkosnak a lovassága még mindig itt van, ugye mint csapásmérő erő, ami elég gáz tud lenni, hogyha belénk csapódik. És az a baj, srácok, hogy már 54 és 40, tehát valamennyire amúgy visszahoztuk a meccset, itt ezen a ponton egy nagyon kicsit. Tehát elkezdtünk ugye egy minimálisan felzárkózni, ugye itt a roham, amit láthattatok már. Így van. Tehát ez volt az a pillanat, amire vártunk már nagyon-nagyon régóta. Tehát ugye megtört
a német-római nehéz gyalogság, ez tök jó, felszabadultak ugye az egységeink, illetve a lovasság. Már csak ugye nyergetlen konkvisztádorokkal, nyergetlen hűbér, illetve angol lovagokkal, plusz páncérozott lángyásokkal, meg még az egész magyar sereggel kell harcolnunk, úgyhogy igazából semmi extra. Szóval egyre több emberünk döglik meg teljesen fölöslegesen, itt ugye a gárdisták már itt vannak. Ugyanis láttam, hogy így jön a roham, ugye domonkos részéről, úgyhogy meg kell próbálni átszervezni az egész sereget, ugye a számszerű jászok is most már arra néznek, ugye a katapultom elkezdett lőni, ez eszméletlen, ugye a konkvisztádorokat próbáltam eltalálni, hát több kevesebb sikerre. Ezt én nem láttam egyébként, hogy itt van a hadvezére Forevernek, szóval ez így elég érdekes, mert még nem tudom, miért nem támad a konkvisztádorokkal. Na, annyira nem érezte szükségét, az viszont fájtott volna nekem, hogyha eltalál. Mert még nem is biztos, hogy rám jött, szóval... Nem mindegy igazából. Szóval, itt ugye... Az a baj, hogy... Jófajban elfogyott a nehéz lovasságunk. Várjál, ez nagyon-nagyon rohadt epik lesz. Az a baj, hogy elfogyott a nehéz lovasságunk is. Illetve a nehéz gyalogságunk is. Hogyha így... Így nem tudom, jobban megnézed. Azt figyeld! Az azért nem gyenge. Jó, egy kicsit vegyük vissza azért. Ugye itt, ami megmaradt, az még 17K-nak egy pár velencei nehéz gyalogosa, illetve ugye rengeteg íjászunk, meg még nekem valamennyi a seregemből. De itt jó forma... Na, ezért mondtam, srácok, tehát az íjászoknak sose hagyjátok bekapcsolva az előcsatázás módot, mert most egyébként tök fölöslegesen futnak. Jó, mondjuk lehet van benne valami, de hogyha megnéztek, ezek nem is arra jöttek, tehát most tök fölöslegesen elfutottak idáig, holott nem is erre jöttek. Érted? Az nem tudom mi volt, de azért beledörgött rendesen. Itt ugye konkrétan ami történik az az, hogy lerohanták a gárdistáimat, és igazából nem tudok velük mit csinálni, mert nincs több ember, még ugye megérkeztek a konkvisztádorok, és hála a jó égnek végre. Tehát annyira örültem neki, mint nem tudom. Itt ugye konkrétan maradt még egy kis lovasság a 17K-nak, illetve nekem egy pár nehéz gyalogos, meg még jelen állnak maradtak a latikonjai, azt hiszem. Csak az a gáz, hogy 13%-os hátrányban vagyunk, és nekünk már a seregünknek a nagy része az csak íjász. Szóval... Hát igen. Meghalt a nem tudom milyen hadvezér. Tehát itt, amit most láttuk, itt már ugye a végső tartalékok is harcolnak. Illetve ugye a számszerűjászokon hatalmas szerep van, hogy mégis mit tudnak hozzátenni a meccshez, ugye a katapultra is nagyon kéne figyelni. Itt az volt ettől, hogy sikerül egyet beléjük lőni, ami tényleg nagyon jó is lett volna, de természetesen nem sikerült, úgyhogy teljesen tök mindegy, pedig ezeket a pajzsos láncsásokat még talán meg tudtuk volna törni, szóval az, ami nem lett volna ott probléma. Ugye a velencei ijászok megint menetelnek, mint fing a fürdőbe, tehát abszolút semmi értelme, tehát eljön ideig és visszafut, tehát hogy sose használjátok azt az előcsatározó módot, max, hogyha tényleg nagyon nincs időtök rá figyelni, de mivel, hogy itt jóformán már csak ezek az egységek vannak, ezért nem hiszem, hogy nincs rá idő figyelni, szóval azt vegyétek ki egészen nyugodtan, semmi értelme nincs, azt garantálom nektek. És konkrétan még az, hogy itt van kutyának rengeteg, illetve domonkosnak is egy csomó katonája, ami eléggé gáz. És most ugye százalékban 69 vs 59. Hajjajjajjajjaj. Igen, az a baj, hogy a military genius az semmit nem tud csinálni, hogyha nincsen katonája. És az a baj, hogy a mi csapatunk is ezzel küzd nagyon-nagyon durván, tehát egyszerűen nincs, amit oda küldjünk, tehát ez nagyon rossz egyébként. Tényleg, amikor tudod, hogy mit akarsz csinálni, de nincs. Nincs rá embered. Így van. Megöltem ugye a spanyol hadvezért. Amúgy tök véletlenül, mert nem tudtam, hogy az éppen az, de ugye kellett egy roham, hogy megpróbáljuk megtörni őket. Csak az a gáz, hogy addigra megérkezett az erősítés. Ugye az összes létező egységünk fut. Meg ugye ilyet soha ne csináljátok, tehát ugye vannak egységeitek, amik visszajönnek, azokat ne tartsátok itt, mint egy nem tudom mit, hanem próbáljátok meg felhasználni őket valahol. Ugye sokkal többre mentek vele. Illetve nem tudom most, hogy a négy darab velencei ijász van itt tök szétszórva. Illetve nekem még ugye a számszerű ijászaim, akik lőnek, mint állat egyfolytában. Hát ugye, nyilván próbáljuk őket megsorozni minél durvábban. Hát több kevesebb sikerrel megy is. Itt ugye egyedül a páncérozott lángyásaim vannak már, mint gyalogság. Az összes többi az meghalt, meg elfutott. Jó, hogy ebben a hadvezérem is ezért minél tovább megpróbálom őket nyilván életbe tartani, szóval felhozom ide a dombra. Illetve, hát, ja, igazából bízunk az ijászaink, hogy még valamit azért tudnak csinálni. Tehát ott ugye még azért vannak 40-en, az egyes sortűz még azért
bármi történhet, érted, tök véletlen. És igazából történik is, tehát elég sokat le is vágnak. Nem azzal van a baj, hanem azzal, hogy itt teljesen elvesztettük az egész középet, hogyha megnézitek. Tehát... így van. Ugye ez volt a probléma, az, hogy én ugye későn értem ide, ugye kedves cookies-t letarolták, mint az állat, tehát 75-66, eddig nem tűnik olyan rossznak, csak mondom, nekünk a seregünknek már a nagy rész az csak íjász, tehát nagyon nem tudunk velük mit csinálni, itt ugye elkezdődött ismételten a közelharc. Hát jó, mondjuk a velence íjászokba azért még lehetne bízni egy kicsit, de ugye természetesen az előcsatározó mód ez azt meggátolja. Meghalt kutyának advezére is, igazából tök mindegy, hiszen ezt már nem tudjuk visszahozni, tehát megnéztek, itt amekkora erőt fel tudtak még vonultatni, az nincs az Isten, hogy mi azt megállítsuk. Úgyhogy elkezdődött az utolsó roham, ugye sündisznóba beállítottam a lángyásaimat, és azt mondtam, hogy fuck it, akkor halljunk meg becsülettel, tudod? Hiszen egyszerűen nincs több emberem, tehát már csak ezekkel tudok bármit csinálni, úgyhogy a sündisznóba gondoltam, hogy egy kicsit tartjuk magunkat, és megölünk még párat. Hát, több-kevesebb sikerrel. Ugye ez már a last stand, szóval... elég egyértelmű, hogy ennek a csatának már mi lesz a végkimenetele. Meghalt jelenárnak a hadvezére is. Hát szépen lassan elpusztulunk mindannyian, tehát hogy... nincs ezzel probléma. Tehát ez tényleg így van, tehát bejöttünk, elpusztultunk szépen. Ugye ott a hadvezér, ott volt. Már nincs ott, de semmi gáz. Így van, és ugye... ugye most már, ami történik, az semmi más, csak a... a korrektül levezényelt egység üldözés, illetve ezeket a kis maradék valamiket itt ugye még levágják a... a... nem tudom, kettes csapatban lévő szövetségesek. Tehát, hogyha megnézzük, ugye innen indult az egész, itt történt meg a káosz. Aztán ugye átjöttünk ide. Itt ugye elkezdődött először a jobb szárnyon a lovassági harc, aztán itt a közép. Aztán teljesen az egész csatatér, és az egész mező csatatéré változott. Szóval nagyon-nagyon kemény volt, srácok. Tehát tényleg ilyen, nem tudom, pislogni nem volt ideje az embernek, de... ami nagyon-nagyon jó csata volt, tehát... ritkán, ritka epic maradjunk ennyibe, tehát most ugye kikaptunk, mint egy zsák, de igazából kit érdekel, tehát attól függetlenül nagyon jó volt. Úgyhogy tényleg köszi még egyszer mindenkinek, aki itt volt, és így hozzájárult ahhoz, hogy ez így megvalósuljon. Oké, tekerjünk bele egy kicsit, hiszen ennek már így igazából semmi értelme nincs, tehát... tehát ennyi. Hát elpusztultunk, srácok. A seregünk 86%-a meghalt, a többi az elfutott. Viszont annyira nem volt azért szoros, mert a 70%-okat azért megöltük, mi is. Ugye itt láthatjátok a micsodát, a végeredményt. És konkrétan ez lett volna a Tannenbergi ütközet, vagyis annak a rekonstrukciója, van ilyen? Ne nevezzük így. Annak a másik verziója, szerintem ez is sokkal jobb. Szóval remélem tetszett nektek, srácok, és köszi tényleg mindenkinek, aki itt volt. Ha nem tettétek meg és van kedvetek, nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, illetve várok mindenkit legközelebb is. Szóval én Tomi voltam. Sziasztok!